Yeah.
második Endre király dekrétuma, aki Jeruzsáleminek mondani. A Szent Háromság egy Isten nevében. Első cikke Szent István király ünnepéről. Rendeljük, hogy a Szent király ünnepét minden esztendőnként, ha csak valami nagy nehéz ügyek gondja, vagy betegségünk megmentőt minket, Fehérváron tartozunk megőrülni. Első paragrafus. És ha mi otthon lehetnénk, a Nádor István kétség nélkül ott lesz az életünk, és a mi képünkben minden ember dolgát meghallgatja. És az egész nemesség, valaki akar, szabadon oda gyűlhessen. A tiszteletet kezdeményező népet nem kellett hívnia. Az magától is ott volt évről évre ezen a napon. Hangzik-e mondat dr. Karácsony Imre Szent László király élete című írásában. Tiszteletet kezdeményezünk mi is e napon Szent István felajánlásának és elhunytának napján itt, eltemettetésének és szentélyavatásának helyszínén, hajdan az ismert világ egyik, ha nem a leglényegesebb koronázó templomának lomkertje előterén. Szent László a Monte Cassinói apátot 1091-ben írt levelében így nyilatkozott. Bűnös ember vagyok, mivel nincs lehetőség a földi hatalomban sáfárkodni igen súlyos bűnök nélkül. Alvinci Eduard első lesz László szentélyavatással címmel írta. A dicsőséget, hatalmat nem kereste. A nemzet azonban csak őt akarta a király trónon látni, melyre valóban király tulajdonaival oly méltóvá tudta magát, azért, mint kegyes kéréssel, mint szükséges kényszerítéssel választák királyát. 943 évvel ezelőtt történt, azaz 1077-et írtak, amikor Lászlónak-e nép akaratából, jól lehet Salamon még életben volt, át kellett vennie az ország kormányzását. Lelkületére jellemző, hogy nem koronáztatta meg magát. Olvasható máig is a katolikus.hu világháros oldalon. Szent László király címszóval. Úgy hát tudjuk, semmi közvetlen bizonyíték, hogy Szent Lászlót Fehérvárat koronázták volna. Ám az első újkori zarándoklaton 2014-ben azért nem látogathattuk meg Szent István síremlékét a napon, mert a megtévedtek Szent László koronázási szertartás játékához ácsolt állványerdővel torlaszolták és torlaszolják el azóta is a nagykirály síremlékét. Szent István síremléke meg annyi királyi méltóság síremlékével egyetemben július közepétől augusztus közepéig egy hónapon keresztül nem, elhunytának napján sem volt látogatható. S ami miatt ez zarándoklat elindítása már nem volt halasztható, hogy az első két szertartási játék évében a Szent Király síremléke temetésének és szentélyavatásának ünnepnapján augusztus 20-án az állami ünnepnapon is még színpadi szerelvényekkel volt takart, és nem virággal, hanem szeméttel volt elhalmozott. Ám a történelmietlen tévedések sora ezzel sem ért véget, itt Fejlvárat. A hajdani Anzsú torony helyén állított nemzeti emlékhely emlékműve mögött nem Szent István, hanem Orszaúró Péter szerepel első Fehérvárat koronázott királyként, az esténként kivilágított ismertető táblán. Holott a magyar gyűlölő Pétertől egyetlen hiteles krónikánk sem említi, hogy királlyá koronázták volna. Mi több, mind határozottan állítja, hogy Szent István akaratát megakadályozva annak ellenében kiáltották ki Pétert Magyarország királyának. Örvendjünk netán, hogy nem került programra
Orszeuló Péter koronázási szertartásjátéka az apostoli magyar királyságot teremtő országmegmentő és gyarapító szent királyunk halálának, temetésének és újratemetésének szent napjaiban. Szent László királyt nem Fehérvárott temették el, azonban általa történt itt mégis valami, amelyről kevesebb szó esik. Mióta nincs sem koronázás, sem törvényhozás Fehérvárott. Rendkívüli esemény szent tanúi lehettek, e napon az akkor itt egybegyűltek. Dr. Karácsa Imre, Szent László király élete című írásában így emlékezik. A Szent Király halálának napjára, 1063. augusztus 15-re Szent László egybeírta az ország nagyjait. A tiszteletet kezdeményező népet nem kellett hívnia, az magától is ott volt évvel ezen a napon. A király 3 napos bőtöt rendelt el. A bőt végeztével a király és a püspökök lementek a templom sírboltjába, hogy Szent István koporsójának kőfedelét felmissák. Azonban bármennyire erőködtek is, azt semmiképp sem tudták megmozdítani. Mindnyájan megdöbbentek e szokatlan körülményen, s nagyon tűnődtek, hogy mi lehet annak az oka. Ekkor egy Karitász nevű apáca, ki a Bakony-Somlai kolostorban lakott és szent élet hírében állott, tudatta László királlyal, hogy mennyi jelenése volt, és addig hasztalan próbálják a koporsót felnyitani, míg Salamont a fogságból ki nem bocsátják. Sietve küldött László Visegrádra Salamon szabadon bocsátása véget, hogy ő is részt vegyen a nemzet nagy örömében. Egymás után annyi csoda történt akkor, mintha a napok új utat volna meg, melyekről az üdvözítő mondák keresztelő Szent Jánosnak, a vakok látnak, a sánták járnak, a siketek hallanak, a bélpokosok megtisztulnak, a csonkák visszanyerik tagjaikat. Az inozakadtak meggyógyulnak. Az örvendező nép egész éjjel a templomban vigasztott s imádkozott. Augusztus 20-a reggel az ünnepélyes mise után felemelték a követ, mely Szent István koporsóját vette. Most már olyan könnyen, mintha súlya sem volna. A koporsóból kivették a Szent Király csontjait, s épségben maradt, áldott jobb kezét. A szkíta turulház sarja, álmos ötödezikleni ivadék a bajk, ki az István nevet vette fel a keresztségben, s akiről II. Szilveszter pápa, III. Otto német császárdicsőítő iratában írta, nem hiányzik nálunk a szkíták hatalmas királya sem. 982 évvel ezelőtt, 1038. augusztus 15-én távozott a csillagösvényén. És mint egy végrendeletként, e napra viradóra helyezte országát, és a Szent Koronát nem másnak, mint nagy boldogasszonynak oltalmába. Ezredég után mi is e napon, nagy boldogasszony napján állunk a Szent Király vért szarkofágjánál, s tehetünk immár tisztelettel, síremlékénél is tiszteletet. Már nem akadályoztatik a kegyelet az apostoli magyar királysága szent helyén. Nem tornyosul már itt szertartás játék az állványerdő. Helyette a kegyelet nyert teret és helyet. Hétesztendő rácsos arénáját felejtendő, imádkozzunk, amint Jézus tanította Máté evangéliuma szerint. Akkor odalépett hozzá Péter és megkérdezte, Uram, ha véd ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátani? Talán 7-szer? Mondom neked, felelte Jézus, nem 7-szer, hanem 77-szer. Imádkozunk a 77-szer és 7-szer megbocsátók imájával, hogy ne okozzon kárt lelkeinknek, ez sorozatos, hétesztendős tévedés. Én előolvastam az imát, kérlek benneteket, aki akarja, mondja utána. Urunk! Az irgalmasság Istene! Könyörülj rajtunk bűnösökön!
taníts meg bennünket a könyörületre és a megbocsátásra. Ne engedd, hogy hasonlóak legyünk a könyörtelen szolgálathoz, aki nem követte Ura irgalmasságát. Emlékeztess minket arra, hogy gyengeségeink miatt milyen sokszor esünk el életünk rögös útján. Szíts fel szívünkben a megbocsátást. És a segítő szándékot. Botladozók testvéreink iránt. Add meg nekünk az irgalom lelkét. Hogy akaratod szerint kovásza legyünk eljövendő országunknak. Most hallgassuk meg, hogy imádkozott Szent István király a magyarok Istenét. A mélységből kiálltok hozzá, hallgass meg rá. Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan kell örülni a megérdemelt könyvben. Adj erőt, hogy kevésségem csillogását elhomályosítsa, s az alázatosság színtelenségét okosan csillogtassa. Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez ráállni, s hogyan kell féktelen erővel egyenesen állni. Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam a véleknek. Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek. Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságok este, hogy rögtön elaludjak. Taníts meg lennülni, ha rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam. Ne add meg mondni, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek. Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni. Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek. Ne neheztelj rá, ne fordítsd el orcát, hiszen a mélységből kiálltok fel hozzá. Arra kérem a drága barátainkat, a szép ének szól hangján, az esti dalt kezdjék el, miközben minketten, Kónik és Botondal, imádkozunk királyainkért, és miközben kiejtjük egy-egy király nevét és halálának évfordulóját, vagy hívét, évszámát. Kérem, akinél a kép van, az helyezze el itt az asszályon mellette képet, és tegye mellé a virágot. Szent István, 1038. Aki a mennyekben vagy. Szent Imre, 1031. Szent Imre, 1031. Marika, nem nálad van? Nem. Szenteltessék meg a te neved! Könyves Kálmán, 1416. Jöjjön el a te országod! Álmos Herceg, 1132. Legyen meg a te akaratod. Második Vak Béla, 1141.
úgy a földön is. Második László, 1163. Mindennapi kenyerünket. Negyedik István, 1165. Add meg nekünk ma. Harmadik Béla, 1196. És bocsáss meg. Harmadik László, 1205. A mi étkeinket. Mária királyné, 1317. Miképpen mi is megbocsátunk. Károly herceg, 1322. Az ellenünk vétkezőnek. Robert Károly, 1342. És ne engedj minket kísértésbe. Nagy Lajos, 1382. De szabadíts meg a gonosztól. Habsburg Albert, 1439. Mert tiéd az ország. Második Ulászló, 1516. A hatalom. Hunyadi Mátyás, 1490. És a dicsőség. Második Lajos, 1526. Mindörökké. Szapolyai János, 1540. Ámen. Szent István király imája a magyarok nagyasszonyához. Szent István éltének vége közeledvén hű tanácsosít a maga köré gyűjté, s együtt valé karok, papok, remeték, és István a nagyasszony oltárához lépe. Reá helyezné a király koronát, kormányzó jogarát, s az ország almáját. Ő maga féltérdre oltár elé lépe, és a nagyasszonyhoz ekép este kele. Dicső védasszonyom, hazánk nagyasszonya, szálljon fel te hozzá, hűszolgál imája. Hallgass meg legszentebb végső akaratom, amelyben te néked örökbe ajánlom, és te rejelt bízom szép magyar hazánkat, a nemzetemet és vele koronálom. Legyen ez mindenkor a te örökséged, oltalmazd, őrizd és vezéreld a népet. Maradj a nemzetem, s hazám védasszonya, melynek szent képettől tündöklik zászlaja. Tekintsd, ó szűz anyám, mint örökségedet, a magyar koronát és a magyar népet. Legyen a tied a magyarok hazája, általad szálljon rá az Isten áldása. István a nemzetet és a szent koronát, a szent szűz anyának e képen adál át. És most, 2013 óta először, oda mentünk Szent István síremlékéhez, aki meg akar ázni velünk. Mi ketten, Juhász Lászlóval, a Válasz Egyesület elnökével, visszük a koszorút, és aki csatlakozik hozzánk, azokkal elmegyünk és elhelyezzük Szent István sírhelyén. Miközben kérem a kórust, hogy harsogjon az a dal, amit nagyon szeretünk tőlük, és a legvégül a boldogasszony anyánk, amire mi visszatérünk ugyanide. Vannak még szegfűk, a maradék szegfűket Szent István sírjára mindenki tetszőlegesen elhelyezheti. Itt van Klaus Ferencnél a maradék szegfű, tehát nyugodtan teri, oszd szét, miközben elindulunk mi a kórus hangjaira a koszorúval.
Ez a kis eső csak áldás, semmi. Nyugodtan el be lehet csukni az elmúltat, megtisztelt. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt volt, és itt van velünk, de fáradjunk vissza, oda hozzájuk, és akkor ott halljuk a szót, az üzenet. Ami erővel tudjuk kifejezni hálánkat, az apostol királyunk, ért, emlékéért, halálának 982. évfordulóján. Azon kívül, hogy a vágyunk az, hogy mire eljön az 1000. évfordulója, újra álljon itt a koronázó templom, van üzenetünk máról, a mai napról világnak, amely 1948-ig Magyarország legnagyobb ünnepnapja. Tisztelt megjelentek, kedves barátaink! Ebben az évben az ismert dolgok miatt nagyon sok mindent értelműlt az az év. Hát a mai napunk is így kezdődött, hogy nagyon gyors lesz, tényleg csak az üzenetek mondanám, hiszen többen jeleztétek, hogy megyünk és írjó magam is, hogy megyünk el 18-ak a szemmisére, és csúsztunk az elején az eső miatt. A üzenetünknek a lényege a következő lenne, hogy már tavaly említettük itt, amikor még az Ávány erdő állott ott kint, és itt nem tudtunk csak ünnepelni. Ezt a célt, itt a teremben sokan vannak, akik a húzavonát az elmúlt években tettétek a város vezetéssel, hogy legyen itt Ávány erdő, és idén áthelyezésre került az aranyhullához, most már ez a korányos szertartásjáték, és reméljük, hogy most már jövőben ez így is fog maradni, és minden évben méltó lehet ünnepelni. Illetve, ahogy Feri bátyán mondta, gyakorlatilag reméljük, hogy előbb-utóbb a ősi koronázó templomnak a felépített szívében, lelkében tudunk ünnepelni, hiszen akik itt vagyunk mindannyian, azt hiszem, hogy számunkra az mi szívünkbe Magyarország legemelkedettebb helyszínen vagyunk jelenleg. Az üzenetünk, az idei üzenetünk, amit már tavaly Botond említett, ezt megerősíteném azzal a konkrétummal, hogy várhatóan már az augusztus 28-ai közgyűléssel
szeretném beterjeszteni mindannyiunknak a közös indítványát, hogy Székesfehérvár megyéjú város éljen az a jogával, hogy a parlament felé felterjesztéssel élhet, és ebben a lényeg azt szeretném kérni, hogy nyilvánítsák ünneplappá és ezáltal a munkaszüneti nappá is augusztus 15-ét, és álljon vissza az a rend, amit 1948-ban a gyarló kommunista hatalom elvett tőlünk. És ezzel egy időben pedig Székesfehérvár két országgyűlési képviselőjének is ezt az üzenetet el fogunk küldeni. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és a szerencsének, hogy ezt folytassuk. Isten áldjon magyar! Isten éltesse Szent István királyt, minden magyar királyunkat, akiknek a képeit díszítik most István vér szarkofágját, és remélem, hogy eljön egyszer az az idő, amikor már nem csak vélekedünk arról, hogy a királyi csontok hova is tartoznak, és visszakerülhet ide, amit biztosan tudunk, harmadik Béla és Antiókiai Anna, ahogy ezt harmadik Béla királyunk annak idején is kívánta. Mindenkinek szép estét kívánok, meghívjuk a vendégeinket, akik nem vesznek részt a Szent Misén, az Alva Mária közéleti műhelyben, ide a Kormányzó tér első emelet 4-ben egy kicsi összehajlásra, némi pogácsával és kilincelet utókával, aki pedig a Szent Misén részt vesz.